Dr. Cseh Valentin már ismert szerzője az Rínyi kiadónak. 2016-ban jelent meg a kiadó gondozásában a Nándorfehérvári csata című kötet második kiadása. A Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum történész muzeológusa a II. Világháború egyik kulcskérdését, a kőolajtartalékok megszerzésének témáját járja körül legújabb könyvében, az Olajháború, angolszász légitámadások a magyar olajipar ellen 1944-45-ben című kötetében. A könyv a magyar olajipar ellen végrehajtott amerikai és brit légitámadások históriájáról szól. Ez a történet se nem szép, se nem dicsőséges, sokkal inkább sajnálatos, tragikus és küzdelmekkel teli. Egy iparág pusztulását követhetjük nyomon, de a sorscsapások alatt nyögő olajiparon keresztül bepillantást nyerhetünk a magyar nép emberfeletti küzdelmébe egy kilátástalannak tűnő harcban. Mindenkit sok szeretettel köszöntök. Itt van velünk Cseh Valentin, akinek a legújabb kötetét, az Olajháború című könyvet fogjuk bemutatni, ami az Rínyi kiadó gondozásában jelent meg. Cseh Valentin a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum történész, muzeológusa. Beszélgessünk pár mondatot arról, hogy miért is született meg ez a könyv, és miért különleges. Ez a könyv a Nemzetvédelmi Egyetemen, a mostani Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, a Hadtudományi Doktori Iskolában íródott meg, és a magyarországi olajipar ellen 1944-45-ben végrehajtott amerikai és brit légitámadásoknak a történetét dolgozza fel. De nem csak a légitámadásoknak a történetét, hanem egy bizonyos képet ad a II. Világháborúnak a menetéről, arról, hogy hogyan jutottunk el odáig, hogy az amerikai és a britek képesek lettek Magyarországot a levegőből támadni, továbbá milyen szerepe volt a kőolajnak, mint stratégiai nyersanyagnak ebben a világháborúban. Erre is megpróbált, ha csak röviden is, de választ adni ez a könyv, ugyanis enélkül nehezen fogjuk megérteni, hogy miért is kellett lebombázni a magyar finomítókat. Pár gondolatot a kutató munkáról. Ennek a könyvnek a kutatása az bő 10 esztendővel ezelőtt kezdődött, és alapvetően levéltári forrásokra épül a kötet. Döntően a Magyarországos Levéltár és a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeumnak az iratanyagára épül, az ott levő levéltári anyagokra épül ez a kötet. Emellett kikerülhetetlen az amerikai levéltári forrásoknak a feltárása is. Bizonyos szinten ez megvalósult, sikerült az amerikai levéltárakkal levelezés útján olyan anyagokhoz hozzájutni, amelyek ez a kötethez mindenképpen kellettek, tehát még ezen a területen lehetne a dologhoz hozzátenni, de azt hiszem, hogy ennek a kérdésnek a teljesen mélyreható feldolgozásában vannak még lehetőségek a jövőre nézve is, úgyhogy nem mondanám azt, hogy ez egy lezárt kutatás, a kutatásnak egy pillanatnyi állapotában le van most ennél a könyvnél ez zárva, és majd a jövőben kiderül azt, hogy még milyen új információk fognak előkerülni. Beszélgessünk akkor arról is, hogy ezek a légitámadások hogyan zajlottak le, ezek váratlanul érték ugye a feleket? Hát gyakorlatilag 1943 nyarától megkezdődtek Magyarország légtere felett az amerikai és brit nehézbombázóknak az átrepülései dél-németországi célpontok ellen, mai Ausztria, Bajorország területére mentek ezek a nehézbombázók támadni, és ekkortól kezdődően az egyértelmű volt magyar politikai vezetés számára is, hogy előbb-utóbb Magyarország is sorra fog kerülni. Tehát ilyen szempontból nézzük a dolgokat, akkor ez nem volt váratlan. Viszont nézhetjük egy másik szempontból is, Dél-Zalában a MAOT-nak, a Magyar-Amerikai Olajipari Értének a dél-zalai olajmezőinél volt egy olyan feltevés az ott dolgozók körében, az ott lakók körében, hogy mivel amerikai tulajdon a cég, hogy ez esetleg megmenti majd őket attól, hogy lebombázzák az olajmezőket, így bizonyos szempontból őket meg váratlanul érte 44. július végén, hogy bázza keretjét, az olajmezők központját egy alkalommal légitámadás érte. Tehát alapvetően azért én azt mondanám, hogy egy háború folyamán az, hogy légitámadást hajtanak végre egy ország ellen,
az nem egy meglepő dolog, egy sajnálatos dolog a mi szempontunkból, hogy erre az amerikaiak képessé váltak a háború előre haladtával, viszont meglepetés nem volt. Legfeljebb olyan értelemben lehetett váratlan, hogy mikor támadtak, tehát az időpont az lehetett váratlan, de azért a képített jelzőrendszer ezt viszonylag pontosan tudta jelezni, hogy mikor érkeznek az ellenséges nehéz bombázók, így óvóhelyre tudtak menekülni az emberek. A második világháborúnak mondhatni egy kulcskérdése volt akkor, hogy ezeket a kőolajtartalékokat megszerezzék. Miért? Gyakorlatilag a második világháborúnál, de már az elsőnél is pont a mi szempontunkból nagyon sokat kárhoztatott francia miniszterelnök Georges Clemenceau mondta azt, hogy az első világháborút azt ők az olajhullámain nyerték meg. Az Amerikai Egyesült Államok által az Antant számára biztosított olaj volt az, amelyik az ő véleménye szerint részben átbillentette a háborúnak a kimenetelét az ő javukra, és így ők tudták azt akkor megnyerni. Amennyire az első világháborúban fontos stratégiai kérdés volt az, hogy a szemben álló feletnek legyen elegendő kőolaja, amivel a háborút meg tudták vívni. Az egyre jobban gépesített katonai alakulatok számára. A második világháborúban ez már nem volt kérdés, hogy megfelelő mennyiségű olajbirtoklása nélkül a egyik hadviselőfél sem lesz képes arra, hogy a háborút megnyerje. Függetlenül attól, hogy most olajról beszélünk, vagy bármilyen nyersanyagról, a háborúknak a több évezredes története azt mutatja, hogy alapvetően mindig is arról szólt az egész történet, hogy bizonyos nyersanyagokat meg kell szerezni, el kell venni az ellenféltől, hogy azoknak a birtokában képes legyen az ember megnyerni a háborút, az adott ország, az adott hadsereg képes legyen felülkerekedni. Ugyanígy ment ez a második világháborúban is, meg kell hagyni azt, hogy Németország és szövetségesei ebben a történetben nem álltak jól. Ha azt figyelembe vesszük, hogy csak az Egyesült Államok egymagában a föld akkori olajtermelésének nagyjából a 60%-át biztosította, akkor innentől kezdődően végig lehet ezt gondolni, hogy Németország onnantól kezdve, hogy szövetségeseivel együtt az egész világ ellen gyakorlatilag hadat viselt, milyen esélyei voltak. Európán belül, ha a Szovjetuniót nem számítjuk, amelyik az egyik legjelentősebb kőolajtermelő volt, akkor Románia volt az az állam, ahol a legjelentősebb olajtermelés folyt a szűken vett Európába. Emellett ebben az időszakban jelentősnek számítottak az egykor az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozó galíciai olajmezők, ami mindenképpen fontos volt, illetve ki kell mindenképpen emelni a dél-zalai olajmezőket, amelyek 1937 végén fedezett fel a European Gas and Electric Company. Ez a New Jersey Standard Oil-nak volt az egyik leányvállalata, és ez a cég hozta létre a Magyar-Amerikai Olajipari Részvénytársaságot. Fontos volt a magyar olaj, de azt is azért figyelembe kell venni, hogy a tengelyhatalmaknak az évi nagyjából 8 millió tonnás nyers olaj termelésének körülbelül a 10%-át adta 1943-ban. Úgyhogy fontos, de nem meghatározó volt, nem döntően meghatározó. E tekintetben a román olaj volt az, ami kulcskérdés volt a németek számára, illetve hát a keleti hadjáratuk folyamán szerettek volna minél több szovjet olajmezőt megszerezni. A szovjetek megügyeltek arra, hogy amit meg tudtak szerezni a németek, azokat az olajmezőket tönkretették. Hát hasonló, mint ahogy a britek és a franciák megtették a román olajmezőkkel az első világháborúban, ezt a sémát követték a szovjetek is, úgyhogy nehezen tudták megoldani a németek azt, hogy a háborúban megfelelő mennyiségű olajuk legyen. Itt azért viszont ki kell térni bizonyos nemzetközi kapcsolati háttérre. Például a nyugati hadjáratot a németek szovjet olajjal vezényelték le. Tehát 41-ig, amíg hadba nem léptek a Szovjetunió ellen, tehát meg nem indították a Szovjetunió elleni hadjáratot, addig a szovjetektől kaptak olajat. Ugyanis a Molotov-Ribbentrop paktum mögött komoly gazdasági szerződések is voltak. Tehát a történettudomány, meg általában az átlagemberek alapvetően a paktum kapcsán a térségnek a felosztásáról hajlamosabbak inkább beszélni. De ott
mögött a háttérben voltak gazdasági együttműködések, aminek köszönhetően a szovjetek olajat szállítottak a németeknek. Tehát ebből kifolyólag egy ideig azért volt olyan olajkészletük, ami korlátlannak volt mondható, és meg is kapták az olajt, ennek segítségével le tudták foglalni Nyugat-Európát, Nyugat-Európában pedig elég sok francia, holland olajtartalékra rá tudták tenni a kezüket. Tehát azt is felhasználták a későbbiekbe. Mindamellett azért azt ki kell jelenteni, hogy a háború folyamán végig a németek azért pengélyen táncoltak abba, hogy legyen mindig megfelelő mennyiségű kőolajuk, amiből üzemanyagot tudnak előállítani. Ezért is volt számukra az fontos, hogy valamennyire próbálják függetleníteni magukat a kőolajtól, és már a század elő óta voltak a világban kísérletek arra vonatkozólag, hogy úgynevezett műolajat és műbenzint állítsanak elő szénből. És erre vonatkozólag a németek eléggé előre jutottak a kísérletekbe, és a II. Világháború alatt 1944-ben futott gyakorlatilag csúcsra a műolaj és műbenzin gyártás, körülbelül 6 millió tonnát állítottak elő abban az esztendőben, amikor a legtöbb bombázás érte őket. Úgyhogy gyakorlati szinten azt lehet mondani, hogy amit tudtak, ők e tekintetben megtettek, de hát azért olaj szempontjából ez egy egyenlőtlen küzdelem volt. Fogalmazhatunk esetleg úgy, hogy ebben a közel 300 oldalas kötetben egy iparág pusztulását követhetjük nyomon. Igen, fogalmazhatunk így is, ugyanis gyakorlati szinten a magyar olajipar, azon belül is a kőolajfinomítók döntésjelentős veszteségeket szenvedtek el, de azt nem mondhatjuk, hogy a bombázások hatására teljesen sikerült elpusztítani a kőolajfinomítókat. Például az almásüzítői finomító egészen 45 tavaszáig termelt, amíg gyakorlatilag a Dunának a jeges áradása át nem törte a gátakat, és ez ugye részben összefüggött a bombázások és a bombák által okozott károkkal is, amit a gátak is elszenvedtek. Továbbá például a pétfürdői finomító, a péti nitrogén művek mellett volt egy kőolaj finomító, ahol Magyarországon is kísérleteztek műolaj és műbenzin gyártással, csak hazánkban nem volt gazdaságos ennek az előállítása, illetve a kettő találkozott az alajolajmezők felfedezésével is, és ezt a finomítót viszonylag gyorsan az állam átállította, nyers olajfeldolgozásra dolgozták fel az amerikai cég által az államnak átadott olajat, ami a szerződés szerint a magyar államnak járt. Úgyhogy voltak olyan finomítók, amelyek ezt a támadást gyakorlati szinten túlélték. Például itt Budapesten, Csepelen a Shell kőolaj Rt-nek a finomítója, az is azt követően, hogy a szovjet alakulatok elfoglalták, viszonylag gyorsan újra üzembe helyezték. Itt meg kell azt jegyezni mindenképpen, hogy a támadásoknál gyakorlatilag pár héten belül, vagy egy hónapon belül sikerült minden finomítót valamilyen szinten újra üzembe helyezni. Tehát az első kezdeti sokkok után, hogy hogyan lehet ezt a kérdést megoldani, nagyon gyorsan kialakult erre az ellenreakció, a megfelelő válasz megszületett, és amennyire lehetett, meg amennyire az anyagi és technikai lehetőségek engedték, ezeket a finomítókat, ha nem is ugyanazon a szinten, de egy alacsonyabb szinten újra üzembe tudták helyezni, és tudtak újra termelni, ha nem is annyit, mint korábban. Egy érdekesség a bombázásoknak, hogy már az amerikaiak és a britek szerették volna azt, hogy minél kevesebb olajhoz, olajtermékhez jussanak hozzá a németek. És például 1944-ben Magyarország nagyjából 400 ezer tonna olajat exportált a német birodalomba, és ebből az esztendőben volt kb. 800 ezer tonnás magyar termelés, emellett még más államokba is ment export. Viszont azáltal, hogy minél jobban bombázták a magyar finomítókat, előállt egy olyan helyzet, hogy a dél-zalai olajmezőkről nem tudtak olajat szállítani a kőolajfinomítókba. És egyetlen egy megoldás volt, hogy a németek felé exportálták ezt az olajat. Mert így tudták megoldani. Az olajmezőt nem volt olyan egyszerű leállítani, nem egy vízcsap, amit elzárok és majd akkor újra nyitok, hanem ott annak azért eléggé komoly technikai okai vannak, hogy ez nem megy, így
A finomítók támadása előidézett egy olyan helyzetet, amiben döntően a kitermelt olajat, amit el kellett volna szállítani a finomítóba, azokat el kellett vinni Németországba. De hogy visszatérve, hogy mit is okozott azért, tulajdonképpen ki lehet jelenteni, hogy az a magyar kőolajfinomítóipar, ami 1945-ig, 44-45-ig a bombázásokig létezett, az abban a formában már nem született újjá a II. Világháborút követően. Voltak olyan kőolajfinomítók, például Budapesten, Délpesten a Fantónak a Soroksári úti kőolajfinomítója, illetve a Magyar Petroleumiparnak a Kén utcai finomítója, amelyeket a háború után már nem építettek újjá, ugyanis nem volt gazdaságos az újjáépítésük. Ezek amúgy is viszonylag kisebbnek számító finomítók voltak már abban az időszakban is, úgyhogy ilyen szempontból hozott komoly pusztulást is az iparák számára ez a légitámadás sorozat, ha csak azt a részét nézzük az egész dolognak, hogy infrastruktúrában mit okozott. Illetve ami azért nem megkerülendő és nem is szabad róla megfeledkezni, az az ember áldozat. Ugyanis nagyon sok olajipari munkás ezeknek a támadásoknak a során életét vesztette, vagy komoly életük végéig tartó sebesüléseket szenvedett. Tehát őróluk mindenképpen meg kell emlékezni, róluk nem szabad megfeledkezni, ugyanis ennek a háborúnak ugyanolyan áldozatai voltak, mint bármely civil vagy katonai áldozat, úgyhogy ők a munkájuk során vesztették életüket, és próbálták életben tartani, amíg éltek, meg a kollégáik ezt az iparágat, hogy működjön. Akkor itt a rengeteg szakmai kutatás mellett, ugye, és okfejtés mellett, akkor emberi sorsokat is bemutat a kötet. Tulajdonképpen igen, hiszen gyakorlatilag történettudomány az emberiségnek a múltjával foglalkozik, így ez a kötet maga is nem alapvetően arról szól, hogy az adott gépeket ellenséges nehéz bombázók hogyan bombázzák, hiszen nem gépek vívták ezt a háborút egymás ellen, hanem emberek vívták, csak gépeket használtak, haditechnikai eszközöket használtak fel ennek a megvívására, és a célpontoknál bizony-bizony emberek dolgoztak, akik vagy volt olyan szerencséjük, hogy túlélték ezt a támadást, az adott légitámadásokat, vagy pedig sajnos tragikus sorsuk volt, és a támadás következtében elhunytak, úgyhogy bár a kötet nem tér ki arra részletesen, hogy egyes emberi sorsok hogyan alakultak, de jó pár olyan visszaemlékezés idéze van a kötetben, akik átélték ezeket a támadásokat, hogy ezt miként is élték át, úgyhogy picit bele tudunk pillantani abba, hogy milyen is volt ez, milyen emberi reakciókat váltott ki a kötetnek. Az egyik ilyen idézetében van egy eset, amikor, ami bár nem olajiparhoz kapcsolódik, de légitámadásokhoz, akkor egy idős néni az egyik légriadó alkalmával nem volt hajlandó óvóhelyre menni. Hát ő már eleget élt minden, meg őt úgy se találja el a bomba minden, és hát a néni az udvaron a tyúkjait kergette, miközben egy bomba eltalálta a nénit, és hát a leírás szerint temetést se tudtak neki rendezni, mert hát nem volt mit eltemetni. Annyira szétroncsolódott a bomba miatt, így az ott lakók megemlékeztek a néniről, tehát mégis tartottak egy temetést, de hát nem egy szokványos. Tehát ilyen történetek, hogy hát ugye velem sose történhet semmi, és akkor persze, hogy történni fog, mellette meg olyan is van, amikor valaki pánikba esik, és gyakorlatilag a környezetnek kell észnél lenni abba, hogy ne ragadjon át másokra pánik. Hát ezek teljesen normális emberi reakciók, hogy valamikor felelőtlenség van, valamikor az ember túlreagálja a dolgokat. Tehát napjaink vírus helyzeténél is látjuk azt, hogy van, aki nem foglalkozik vele, van, aki ezt a kérdést túlreagálja. Valahol nyilván az arany középutat kell megtalálni, meg kell egy icipici szerencse is a dolgokhoz, hogy az ember főleg egy ilyen időszakban ne érje baj, de hát ez alapvetően azért akkor valósulhat meg, hogyha van egyfajta odafigyelés. Úgyhogy azt mindenképpen el lehet mondani, hogy a finomítókat üzemeltető olajipari társaságok nagy gondot fordítottak arra, hogy az alkalmazottaik számára legyenek óvóhelyek, legyen hova elmenekülni, hogy túl tudják érni ezeket a támadásokat, legyen esélyük ezeket túlélni. Például Csepelen a Shell is elkezdett egy nagyobb óvóhelyet építeni, ez az óvóhely a mai napig megvan.
a petrolomkikötő mellett, a petrolomkikötőnél, úgyhogy ezeknek azért bizonyos emlékei napjainkban is láthatóak, illetve a föld mélyében levő bombák. Tehát abból még nagyon sok ott van, hát a hírekben ezt lehet hónapról hónapra lehet ilyen hírt hallani. Tűzszerészeknek gyakran van munkájuk, sajnos. Hogyha egyetlen egy következtetést vonna le az olvasó, mire a kötet végére ér, ön szerint mi lenne az? Ezt nehéz a szerzőnek megmondani, hogy milyen következtetés vonjon le az olvasó, mert hát nyilván egy irányított. Én szerzőként csak azt tudom remélni, hogy az olvasó úgy fog felállni emellől a könyv mellől, hogy a könyvben nem csak a bombázások történetét kapta meg, mint történetet, hanem egy komplett egész történetet kapott arra vonatkozólag, hogy hogyan jutott el Magyarország odáig, hogy Magyarországot elkezdték bombázni, és itt nem csak az olajipar elleni támadásokról van szó. Kik voltak, akik minket támadtak? Kik voltak, akik védekeztek? Tehát a Magyar Királyi Honvéd légierő. Illetve milyen szerepe volt az olajnak és ennek az egésznek, ez hogyan állt össze, és hogyan tudtak védekezni, mennyire lehetett megőrizni ennek az iparágnak a működőképességét. Ha erre egyfajta képet kap az olvasó, tehát úgy látja, hogy a szerző ezt bizonyos szinten egy kerek történetként át tudta neki nyújtani ebben a könyvben, akkor azt hiszem elégedett lehetek, bár nem szívesen mondok véleményt a saját magam által írt művekre, meg egyrészt helytelen is lenne. Ez dönts el az olvasó, aztán majd lesznek szakmai kritikák nyilvánvalóan, amelyek recenzió formájában megszületnek, abban majd a kollégák leírják a véleményeket arra vonatkozólag, hogy a szerző mit hibázott el, hol lehetett volna jobban megoldani a dolgokat, meg hát nyilvánvalóan az olvasók, akik nem feltétlenül történészek, ha történészek, ők is ki fogják alakítani a véleményüket. Ezt majd az idő dönti el, hogy mennyire értékálló műt sikerült létrehozni. Remélem, hogy jó munkát végeztünk a kiadóval együtt, és sikere lesz a kötetnek. Végezetül legyen kedves arra válaszolni, hogy kiknek ajánlaná ezt a könyvet? Én ajánlanám mindenkinek, akit érdekel a hadtörténet, Magyarország hadtörténete. Továbbá azoknak is, akik általában véve a történelem iránt érdeklődnek. De gyakorlati szinten azt kell mondanom, hogy bárki, aki kedvet kap ahhoz, hogy elolvassa a könyvet, belelapozzon, mert lehet, hogy egy első belelapozás után jó pár eset van az emberrel, magammal is, hogy hát egy könyv elsőre nem biztos, hogy elnyer az ember tetszését, mert nem... És akkor belelapoz az ember, megnéz, és akkor megfogja. Tehát gyakorlatilag én azt mondom, hogy bárkinek ajánlom ezt a kötetet, aki a magyar történelem iránt érdeklődik, nyugodt szívvel ajánlom nekik, olvassák el, és remélem, hogy elnyeri majd a tetszésüket, mind kivitelében, mind tartalmában. Értem, köszönöm szépen, tehát Cseh Valentin Olajháború című könyvét mindenkinek ajánljuk, akár kutatóknak, diákoknak, és persze a téma iránt érdeklődőknek.